Lánykoromban azt mondtam, hogy a legnagyobb büntetése életemnek lesz, ha nem lesz gyerekem. Most annyi dédunokám van már. Saját gyerek nincs. De itt vagytok ti. 14 éves korom még a gyerekkorom a legszebb volt. Apám, amit nem kaphatott meg, azt a két lányára 10-szeresen rá akarta rakni, úgyhogy még csak gondolatban volt valami, és már ott volt az asztalon. 8 éves koromban azt mondtam a születésnapomra, szeretnék egy pónit. Este ott állt az ajtóba egy póni, egy fekete póni. Nem tudtam olyant kérni, amit ne teljesített volna. Minden nyáron volt egy tánciskola Dunaföldváron, ahol beirattak anyámék, és ott egy nagy gyerekszerelem indult el, ami tartott egy darabig, és aztán sajnos nagyon csúnyán végződött. Tudnélik, a fiú keresztény volt, és én pedig zsidó. A fiút nem érdekelte, mert nálunk nem volt szó vallásról, ember. Apám azt mondta, lányom, egy a fontos, hogy ember maradj minden körülmények között, a legnehezebb körülmények között is ember légy. Csak polgári iskola volt a legmagasabb iskola Dunaföldváron, és apám megkérdezte, hogy mit akarok csinálni, úgyhogy a 36-37-es iskolai évet Bécsbe töltöttem egy magánintézetbe, ami felejthetetlen szép emlék. Nővérem először nem akart jönni, végül ő is eljött velem. De sajnos 38-ban jött az Anschluss, úgyhogy anyám még nem engedtek tovább ki. Apám és anyám nagyon jó kereskedők voltak, de bennem ennyicske nem szorult az üzletből. És egymás után a kereskedőknél is jöttek a megszorítások. Kitették a házból az üzletet egy rosszabb helyre. 41-ben kijött a vegyes házassági tilalom. A barátom térden állva könyörgött apámnak, hogy megszöktet, hogyha nem tud elvenni feleségül, és tudja, hogy apámnak van összeköttetése, mert akkor már jól ment az üzlet, szerezze meg a diszpenzációt. Apám megszerezte azt is. 10 000 pengő, az akkor nagyon nagy pénz volt Magyarországon 41-ben. Annyit fizetett ki a diszpenzációért, hogy titokban megesküdhessünk. Vasárnapi napra volt kitűzve az esküvő. Szombaton vártam a vőlegényem hívását, hogy megérkezett, és egyik óra telt a másik után. Délbe apám felhívta a szállodát, mert tudta, hogy hol fognak lakni, és azt mondták, hogy most fizették ki a számlát, és elmentek haza. Teljes összeomlás volt bennem. Vőlegényem feladatott egy táviratot, hogy másnap érkezem, mindent rendezünk. Megesküdtünk, titokba volt tartva. Esküvő után ő rögtön hazament. Én maradtam Budapesten, hogy Dunaföldváron ne tűnjön föl. Egy idő után az apósom pálfordulást csinált, hogy váljak el a férjemtől az állása miatt. Apám azt mondta, ha már hozzámentél, akkor ne válj el. De én menteni akartam őt, mondván, hogy nem akarom, hogy baj essen, és elváltam, de minden maradt közöttünk. Minden évben annyi szál vörös rózsát kaptam a születésnapomra, ahány éves voltam, és közben egy szakító levelet, amiben arra kér, hogy idegileg nem bírja tovább, és várjunk nem csak formailag el, hanem valóban is, és ne találkozzunk. Én akkor teljes összeomlásban voltam idegileg,
és azt mondtam, hogy nem maradok Dunaföldváron, és másnap már följöttem Budapestre, és egyik helyről a másikra mentem, mindenhol azt kérdezték, vallása, nem vettek föl, mint zsidót tanulónak. És Forrai nevezető fényképész volt, aki mint fizető tanulót fölvett tanulónak. Amikor kijöttek a zsidó törvények, hogy bizonyos idő után nem lehet az utcára kimenni, akkor bent aludtunk a műhelybe, és elkövetkezett a németek megszállása Magyarországon. Anyám följött Budapestre, mielőtt még megtudta volna a megszállást, mert egy barátnőmnek volt az esküvője a Betlentéri templomba, és a templomba hallottuk meg, hogy megszállták Magyarországot a németek. Anyám azt mondta, hogy akkor abban a pillanatban utazik haza apámat, nem akarja egyedül hagyni, mert tudja, hogy ez lesz a következménye, ami lett is, hogy a Budapest határát senki nem hagyhatta el, és a zsidók egyáltalán nem közlekedhettek el saját lakóhelyükről. És akkor anyám elment, azt akarta, hogy mi is menjünk vele, de mi a nővéremmel nem akartuk. Budaföldváról a főszolgabíró internálta apámat, mert az inasa följelentette őt a bíróságon árdrágítás miatt. Ez volt pénteki nap, és hétfőn már Sárváron volt apám. Ahonnan május 4-én kaptuk az utolsó lapot tőle, hogy Ébenzébe halt meg egy kőbányába, 45. január végén. Markó utcai lakás mellett zsidóház volt, és ott lakott az Edit Kis szobrász és festőművész, és onnan ismertem Edittet. Később együtt csináltuk végig az egész deportációt. Mikor megjelent a plakát, hogy a pestieket is deportálják, akkor nem érdekelt, hogy mi lesz velem, hova visznek. A kisapáján jelentkeztem én is. Nem lett volna, vagy más választás? Vagy lett volna más választás, mert lett volna, aki elbújtak. De én akkor lelkileg még annyira mélyponton voltam a házasságom miatt. A kapuba találkoztam kis Edittel, akinek nagyon megörültem, mert egy ismerős arc volt, és hogy együtt lehetünk. Ő neki ellopták első nap a hátizsákját. A hátizsákot megtaláltuk, csak a takaróját nem. És tudtuk, hogy minden éjszakát a szabadba futballpályákon fogjuk eltölteni. És azt mondtam neki, hogy amíg nekem takarom van, addig neked is van, és így egy takaró alatt feküdtünk. A 22 éves születésnapomat Gödöllői fogyballpályán töltöttük. Talán életem legnagyobb ajándéka volt egy pohár forró teja, mert esett az eső, mindenünk vizes volt, és Edithnek volt egy spiritus főzője, amit hozott magával, és főzött egy pohár meleg teját, amit soha, amíg élek, nem felejtem el. Gödöllőről másnap elvittek is a Szentgyörgy pusztára, ahol már voltak orosz foglyok, és amikor megérkeztünk a tanyára, láttuk, hogy az orosz foglyok a sertésvájukból szedik ki a krumpli héjat, meg a kenyér héjat, és azt eszik. És akkor azt mondtam, úristen, hogy süllyedhet az ember ennyire? Nem sokáig tartott, amikor mi is oda kerültünk, hogy azt kellett nézni, hogy mit tudunk enni.
két munkaszolgálatos meg akart szökni, és elkapták őket a nyilasok, és megásadták velük a sírjukat, és belelőtték, és nekünk ezt végig kellett nézni. Az volt az első kivégzés, amit életemben végig kellett nézni. Az éjszakát Óbudán egy téglalgyárba töltöttük, és másnap hajtottak bennünket Pilis Csaba irányába. Némelyik faluba volt, aki tapsolt, hogy végre Budapestről is a zsidókat elhagyják. Útközben a nővérem már nem akart jönni, és volt egy 18 éves kislány, aki oda ment a nővéremhez, és kérdezte tőle, hogy miért sír, és mondta a nővérem, hogy ő már nem bír menni, inkább lőjék agyon. És a kislány azt kérdezte, hogy meg akar-e szökni, mert akkor segít neki. Ilyen is volt. Kevés, de volt. Éjszaka elbújtatta egy ilyen kofás kosárba, aminek fedele van a padláson őt. Másnap odaadta a papírjait, meg a saját ruháját, és kikísérte a vonathoz, és a nővérem haza tudott jönni Budapestre. És a nővéreddel mi történt? A nővérem... Haza meg, hogy nektek milyen volt a viszonyatok utána? A nővérem egy teljesen más természetű, ő nem tud dolgokat megbocsájtani, nem tud megérteni embereket, és teljesen más. Egy kis üzletből a kereskedő kijött, és azt mondta, hogy kijövök, és asszonyok, menjenek be, amire szükségük van, vegyék le a polcról, nem kérek semmit érte. Dorogon nagyon rendesek voltak a bányászasszonyok, hoztak ennivalót, gyümölcsöt, kenyeret, szalonnát. Éjszaka az úton elérkeztünk már sötét Begönyübe, ahol egy teherhajó keskeny pallóján végig kellett sétálni. Volt, aki félelmébe a Dunába ugrott és öngyilkos lett, mert elterjedt a rémhír, hogy a hajót elsüllyesztik velünk együtt. Zündorfba a németek átvettek bennünket, és vagoníroztak. A vagonba egyszer egy nap nyitották ki az ajtót, egy vödör friss vizet adtak be, a másik vödör pedig a szükségleteknek. November 21-én érkeztünk meg Ravensbrückbe. Annyira tele volt, hogy a barakokban nem volt hely, és egy nagy sátorba hajtottak be bennünket, ahol se villany, se vécé, se ágy, hanem a földön, hegyén, hátán feküdtek az emberek. Mondta Edith nekem először, hogy ma első éjjel nem fog velem egy takaró alatt aludni, mert az orvosától mérget kapott, hogy megígérte neki, ő csak akkor veszi be, hogyha úgy látja, hogy nem megy tovább az élet. És ő ezt a pillanatot most olyannak találja, hogy ez már nem élet, és beveszi a mérget. Hiába könyörögtem neki, sírtam, hogy egyedül nem tudom végigcsinálni, ne hagyjon itt. Nem hajlott rá, és bevette a mérget. És egész éjjel azt figyeltem, hogy lélegzik-e még. Mélyen aludt, elkezdett hányni, és életben maradt. De az összes folyadék, ami a szervezetébe volt, kihányta, és a bőr ráfot száradva a karjára. Sárga volt, zöld volt. Egy napi fejadag kenyeret adtam egy pohár vízért, hogy valami folyadékot tudjak neki adni.
barátnők, a magyarok mondták, hogy hívjak orvost. Mondtam, ne őrüljetek meg, hát akkor kivégzik. Másnap bevittek bennünket egy helységbe. Messzelenre vetköztettek bennünket, minden ruhánkat elvették, és rongyokba öltöztettek minket. Volt, akinek lenyírták kopaszra a fejét. Mikor egymásra néztünk, a többiek is, kínunkba elkezdtünk nevetni, mert úgy néztünk ki. Nyári göncökbe, novemberbe. Amíg Ravensbrückben voltunk, addig hallottuk, hogy bordélyházba viszik a fiatal lányokat, és azt mondtam, hogy azt nem tudtam elviselni, és a félelmembe összeszedtem minden erőmet, és odaléptem a három emberhöz, és mondtam, hogy itt van az unokatestvérem, velem engedjék meg, hogy ő is velem jöhessen. És a döbbenet, hogy egy fogoly méghozzá kéréssel és tökéletes németséggel kéréssel fordul hozzájuk, hogy intettek, hogy hol van. És miután látták, hogy hogy néz ki, intettek, hogy nem ered. Itt talpra esett volt, és azt mondta, tudja, hogy rosszul nézek ki. De érez magába erőt, hogy Németországért dolgozhasson. Engedjék velem. És velem engedték. Egy kő esett le a szívemről, mert azt mondtam, hogy ha az Edittet engedik, akkor az nem Kubler-Rein lesz. És tényleg így volt, mert később kisült, hogy a Benz Daimler repülőgép motorgyárból volt a mérnök munkaerőt kiválasztani. Ami Genshagenben volt, és december 6-án már vittek bennünket a Daimler gyárba, Schlichtelbe teherautóval. Ezer 100 fogolynő volt, főleg lengyelek, magyar zsidók, francia ellenállók, kommunisták, börtönből elítéltek, mindegyiknek különböző jelzéssel a karján. 12 órás, 24 órás munkaidő, hó végén, ha nem volt meg a teljesítmény, akkor 36 óra munkaidő. A csontváz emberek, akik tényleg csontváznak néztek ki, pláne akinek a haja le volt vágva. Genshagenba repülőgép motorokat kellett montíroznunk, és nagyon hideg volt a német terembe, ahogy nevezték, ami egyetlen maradt éppen a gyárból. Éjszaka meg munka között bemásztunk az egyik motor üregébe, ahol meleg víz folyott keresztül, de az a mester, aki hozzánk rossz volt, a lábunknál fogva mindig kihúzott bennünket, hogy nehogy átmelegedjünk. A bunkerba Pritchen kettesével volt az alvás. Ha egyik megfordult, a másiknak is meg kellett fordulni, tehát még pihenni se tudtunk. Szoktál álmodni ezzel? Amíg nem kezdtem el beszélni, addig a rémálmok annyira, hogy föl kellett keltsenek, mert sírtam. És ahogy elkezdtél beszélni róla? Nagyon lassan, de csökkent. Nagyon ritkán még előfordul. I give it to you, okay? Helmut, mindenképpen veled akar beszélni. Helmut Grüßdich, Sándor und Péter sind hier. Ja, gut. Tschüss. Elnézést. Le
legalább most ő is benne van. 92-ig, amíg a Helmut, aki most telefonált, nem jött és rá nem vett arra, hogy igenis tudni kell a generációnak, hogy mi volt, hogy ez többet senkivel ne fordulhasson elő. Februárban statisztikát csináltak, és lemértek bennünket, hogy mióta vagyunk bent, hány kilóval jöttünk be, hány kilót mérünk most, és kiszámolták, hogy milyen kevés élelemmel, mennyi munkával, mit bír ki egy ember. Még erre is volt gondjuk. És akkor voltam 29 kiló. Irodán dolgozott egy kommunista nő, Franz Friedl nevezetű, aki 7 évig volt börtönbe elítélve, mint kommunista, és utána a Daimlerékhoz került gépirónőnek. Elintézte, hogy 8 magyarok bekerültünk a kis helységébe, ami nagyon nagy szó volt, mert nem kettesével feküdtünk egy 90 centis spritzen, hanem mindenkinek külön ágya volt. Húsvét előtt már annyira el volt keseredve az egész társaság, a művezetők folyton biztattak, hogy nem tartsok át, tartsatok ki, már közel van a front, és el fog jönni a szabadulásotok, meglátjátok, megéritek. És megengedték, hogy a szerszámokból fölvigyünk magunkkal éjszakára, hogy csináljunk ajándékot egyik a másiknak. Akármilyen kis ajándékot, de hogy emberek vagyunk, és tud örömet szerezni egyik a másiknak. Alkatrészekből csináltunk kést, meg kanalat. A kamuflás, tudjátok, az mi? Az álcázás a gyáraknak, hogy a repülőről ne lehessen látni, hogy ott valami építmény van, és ilyen csillogó vattával volt borítva, mint hó, és mű levelekkel. És a csillogó vattából levettem, és abból nyuszit csináltam. Az Edith pedig 12 képet festett, láger életképekben, amit a rongyokból összeszedett anyagból bekötöttem könyvnek. Kenyérből, meg reggelire fekete löttyöt, ami úgy nézett ki, mint a fekete kávé. De nem az volt, de mégis lötty. Abból kenyértortát csináltunk. És az elágereltette, azt kérte, hogy engedjétek meg, hogy ezt az egyik SS-nőnek megmutassam, mert ez fantasztikus, amit csináltatok. Mondtuk, Isten ments, mert ebből baj lesz. Azt kérdezte az SS-nő a lágereltesztétől, ki csinálta ezt? Azt mondja, a magyarjaim. Túl jó dolguk van ahhoz, hogy ezt képesek voltak még csinálni. És 5 percen belül megint kettesével voltunk a pritsen. Hogy tud egy nő ilyen kegyetlen lenni, és utána hazamenni, fölemelni a gyerekét, és magához ölelni? Végig tudsz nézni egy olyan témájú filmet? Végig. Azért néztem végig, hogy tudják reprodukálni. De akkor azt mondtam, hogy ez nem lehet reprodukálni.
ami ott folyt. Már nem volt alkatrész a munkához, és evakuálták a gyárat, és elvittek bennünket Sachsenhausenba. Április vége felé már mindannyian nagyon mély ponton voltunk, úgy lelkileg, mint fizikailag. Elkeseredésemben elkezdtem halkan egy dalt énekelni, es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Ezt meghallotta egy SS-nő felügyelő, és dühébe elkezdte az ostort üzembe helyezni. És én akkor azt mondtam, hogy nem baj, megérte, mert egy kis mérget és kellemetlenséget én is okozhattam. Friedl nagyon megszerette Edittet az alatt, a rövid idő alatt, amíg egy bunkerba voltunk vele, és jött szólni Edittnek Sachsenhausenba, hogy most gépelte le a névsort, a zsidókat külön akarják venni, és visszaküldeni Ravensbrückbe, mert Sachsenhausenba felrobbantották a gázkamrát és a krematóriumot, és a zsidókat pedig vissza akarják vinni Ravensbrückbe, és ha lehet, szökjünk meg. Adott egy pár kommunista címet, akikhez fordulhatunk segítségért, hogyha meg tudunk szökni. Igen ám, de lezárt vagonba vagoníroztak másnap bennünket, és a jó Isten megint még terve volt velünk, mert csak két simpár volt már, ami működőképes volt, és az egyiken félretolták a mi vagonunkat, és a másikat felhasználták hadiszállítmányra, és három napig vesztegeltünk ott a szabad pályán. És azt három nap után kerültünk Ravensbrückbe, és ott előtte való nap robbantották föl a krematóriumot. Úgyhogy megint a jó Isten felemelt bennünket.